az alkotásnak a lényege a teremteni tudás. A teremteni tudásban mindig van valami novum. Ezt a novumot az erdélyi magyarság akár az irodalmában, akár a tudományában, akár a különböző művészeti ágában tudta időről időre bizonyítani. November 4th megkértek, hogy este menjek hozzájuk, és a gyerekekkel, a két fiú gyerek volt, legyek vele, ők mennek színházba. És rendben van, örventem, szerettem a gyerekeket, és elmentek színházba, és én ott maradtam a gyerekekkel, a gyerekeket lefektettem, és én olvastam a Balogh Edgár szobájába. És én aznap kellett, hogy elszállítsam az államosított iskolai könyvtárból a volt egyetemi tanárnak, Bartók Györgynek a könyvtárát. És én vittem el az egyetemre a kollégiumból a könyveket, és találtam egy könyvet, aminek a szerzője Mussolini volt, és ez volt a címe, hogy a fasizmus doktrinája. Hát ez nekem nagyon megtetszett, hogy ezt én nem ismertem, most ezt elolvasom. És ezt olvastam, eloltott a gyerekeket, lefektettem, és a könyvet egyszer csak így letettem, így, hogy Mussolini a fasizmus doktrinája, és én aludtam mellette. És közben megérkeztek Balogh Edgárék, ahogy jöttek haza, nyomukba jöttek a szekuritátésok, hogy letartóztassák Balogh Edgárt, aki akkor képviselő volt, országgyűlési képviselő, az egyetem rektora, és akkor azt kérdi a vezetője, a szekuritáté külön, hogy ki ez, aki, és mondja, hogy hát egyetemi hallgató, aki a gyerekekkel volt, amíg mi színházban voltunk, és erre azt mondja a Pofaszki különben, aztán utólag tudatosult bennem, ez az eljövendő Brebán nevű híres szekuritáti ezredes volt. És azt mondja, ha a gyerek felébred, akkor jelezze, aki mellém állítsanak. Na gondoltam, hát nekem mit kell csinálni, nekem semmit nem kell csinálni, mint tennem magam, hogy én alszom. De ez tartott, mert közben házkutatás volt, átkutatták a könyveiket, meg nem tudom, akkor volt, hogy felfedezték az Apor Kódexnek a faximilé kiadványát, és aki az egyik fogd, meg mutatja a főnöknek, hogy egy titkos írású könyvet kaptak. Ez egy faximilé kiadása volt az Apor Kódexnek. Aztán elviszik Balogh-et, és akkor végén oda jön a felesége, és azt mondja, mit szólsz hozzá, mi történt? Hát mondom, nagyon csodálkozom, és akkor engem elküldött az asszony, tehát a legközelebbi ismerősöket értesítsem, hogy Balogh Edgárt, az országgyűlési képviselőt, az egyetem rektorát éjjel elvitték, letartóztatták, és akkor én körbejártam, és az egy nagyon érdekes dolog, körbejártam a kommunista barátait Balogh Edgárnak, hogy elmondjam, hogy mi történt, hát ők rettenetesen kérdést tettek, vagy kommentálták. Például én Nagy Istvánnak azt mondom, hogy hát ez egy fatális tévedés lehet, hogy beállítanak és letartóztatják, és kérem szépen, mondtam, ilyen nem történik, ilyen nem téved a párt, meg volt az oka, hogy Gál Gábor, drágám, mert így szólított, drágám, nem gondolt arra, hogy ezek fehér gárdisták voltak? Nem, professzor úr, ezek vörös gárdisták. Van egy olyan része a beszélgetéseknek, és ez a mai napig élő, amikor tudományról, tudománypolitikáról és ennek a dolgairól tudunk beszélni. Tehát ez nem csak egy ilyen családi meg a napi apróságokról szóló beszélgetés, hanem édesapám nagyon közelről figyeli és nagyon jól átlátja azokat a folyamatokat, amiket megélünk, látunk,
Tehát egy az egyben tudunk beszélni arról, hogy éppen van köztünk 400 km távolság.